Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve? Ezt megnézzük ennél az általános jóslásnál. Persze megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megnézzük azt, hogy mi a terve. Itt ez a kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Ő ül ezen a lovon. Minden pillanatban megengedhetné azt magának, hogy itt legyenek változások, hogy ez a ló előre menjen, de megáll, nem csinál semmit. Illetve van valami, ami fontos számára, hiszen a kezében van ez az arany érem, és erre most ő odafigyel. Ez jelenti az anyagiakat, tehát ő rendezni szeretné az anyagiakat, jelentheti a munkáját, a hivatását, úgy érzi, hogy ott van a kezében ez az arany érem, és ez jelenti az ő tehetségét, az ő tudását, és mégsem mennek előre a dolgok. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy odafigyel arra, ami vagy aki értékes számára, és ezt birtokba szeretné venni. De mielőtt még lépéseket tenne, elgondolkozik azon, hogyan tovább. Amit ez az arany érem még jelenthet, ez a föld eleme, és az jelenti a reális dolgokat. Ha megvan nála az álom, az elképzelés, akkor most elgondolkozik azon, hogy tudná ezt megvalósítani. Mi a terve? Itt látható a betegség, de ott van az orvos is, lehet, hogy ez a hivatása, és orvos vagy egy ilyen környezetben dolgozik, tehát ilyen egészségügyi témákkal kapcsolatban. De a kártyáknak vannak mindig szimbolikus jelentéseik is, jelentheti azt is, hogy valami betegíti őt, vagy valaki betegíti őt, és ezt szeretné most rendezni, hiszen szeretné ezt a gyógyító erőt, valamit rendbe tenni az életében, vagy valamit lezárni, ami eddig őt betegítette. Mi áll nála most a középpontban, a központi téma? Itt látható ez a torony. Ez jelenthet hivatalos dolgokat, lehet egy bírósági ügy is. Amennyiben érzelmekről van szó, akkor ez a torony azt jelenti, hogy ő fogva érzi magát. Ez olyan, mint egy labirintus, és keres egy megoldást, keres egy kiutat. A következő kártya azt mutatja, hogy ki, vagy mi befolyásolja őt, és hogyan. Itt látható ez a híd, és ez egy átmeneti időszak. Az egyik partot már elhagyta, a másik partot még nem érte el, hanem ott van középen, és megáll. Megállnak az események. Úgy érzi, nem megy előre semmi. Megint itt van a kezében ez az arany érem, ugyanúgy, mint itt. Tehát itt vagy anyagiakról van szó, értékekről, vagy a munkájáról. Valamit szeretne változtatni, de benne van a labirintusban, mások nem segítik őt, hiszen inkább hátráltatják, itt megállnak az események, és neki kell kezébe venni a dolgokat. Mi változik nála? Itt vannak kihívások,
és ő nem szalad el ezek elől, a kihívások elől, hanem védi magát, itt harcol valamiért. És hogy tekint rád, mi a kapcsolat kettőtök között? Itt látható ez a fő lelkész, ez jelentheti azt, hogy van köztetek egy lelki kapcsolat, így van megírva a sorsok könyvébe. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy van köztetek egy ilyen energiai, telepátikus kapcsolat, hogy gondol rád, te érzed az ő közelségét, vagy érzed azt is, hogy valami betegíti őt, vannak nála itt kihívások. Amit ez a főpap még jelent, hogyha ő esküszik valamire, akkor bízhatsz a szavaiban. Van egy másik nő az életében. Itt ezen a kártyán látható az, hogy valaki van a háttérben, a múltból. Valamit szeretne vele tisztázni. De itt van kettőjük között ez a kerítés, itt vannak korlátozások. Az is lehet, hogy van egy hölgy a háttérben vagy a múltból, aki követelőzik, de nem tud tovább lépni, hiszen itt megvannak ezek a korlátozások, vagy ez a nő próbálja őt korlátozni. És hogy viszonyul hozzá? Itt minden a levegőben lóg, minden olyan bizonytalan, és úgy érzi, ha ez a nő jelentkezik nála, vagy követelőzik, akkor elveszíti a talajt a lába alól. Ezek lehetnek pénzügyi dolgok is. És hogy áll hozzád, milyen lépéseket tesz irányodba? Itt látható ez a szerelmes pár, és az azt jelenti, ez a férfi szeret téged, és bízhatsz benne abban is, hogy itt lesz egy közös jövő. És mit tudsz te tenni, hogy javuljon a helyzet? Bíz benne, hiszen itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt látható a nyilvánosság, ti megjelentek a nyilvánosságon, itt lesz egy meghívás, itt az érmék jelentik az anyagiakat vagy a munkát, ez lehet egy szerelem a munkahelyet illetően, az lehet az ő munkahelye is, vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy itt lesz egy kapcsolat köztetek, és a jövőben egy ilyen közös tevékenység, közös munka. És a jövő az itt látható. Itt a 4-es szám utal a biztonság érzetére. Itt lesz egy stabil kapcsolat. Ha egy hölgy vagy, akkor állj meg, ne tégy semmit. Bízz abban, hogy itt előre mennek, folyamodnak az események. Itt a víz jelenti a víz elemét, ami érzelmekre utal, tehát megvannak az érzelmek kettőtök között, és a botok jelentik a tűz elemét, a lelkesedést, a testi kapcsolatot is, és ez a férfi látható is a képen, itt a háttérben, figyel téged, közeledik hozzád. Most ne tégy semmit, ő jön magától. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!